Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt ünneplő polgárok! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő polgárok! Nem engedünk a 48-ból. Eleink a mi szépapáink és ükapáink 1848-ban, ezen a napon felállították a polgári szabadság és a nemzeti függetlenség mércéjét. Azóta úgy mondjuk, nem enged a 48-ból. Azóta nem adjuk alább. Ideje, hogy Magyarország a saját lábára álljon, saját útját járja, saját tengere körül folyogjon. Így döntöttek a 48-as magyarok. Tudták, nincs előre elkészített út, csak olyan, amelynek köveit saját kezünkkel rakjuk le. Egy nemzet, amely idegen diktátumok és idegen divat. Egy nép, amely a labanc érett majmolása helyett a saját pályáját kereste. Vezetők, akik nem a régi kabátot foltozgatták, hanem újat szabtak. Vezetők és polgárok, akik nem hivatkoztak a nehézségekre, nem keresték a kifogást, nem menekültek a munka elől, hanem azonnal cselekedtek. Előttük, a felelős államférfiak előtt, a szabadságot védő tábornokok, tisztek és közkatonák előtt, a saját útját választó nemzet előtt hajtunk ma fejet. Bátor politikusok, tehetséges költők, hősies tábornokok szép számú gyülekezete. A nagyszerű változáshoz azonban az egész ország kellett. A nemzet volt nagy, olyan nagy, hogy Kossuth leborult a lábai előtt. A most vagy sohát kimondhatta Petőfi, de kellett a sokaság, ahol vízhangzott a fogadalom, esküszünk, esküszünk. Mi, akik ma a verejték, a kimerültség és a fásultság lepedéke alól nézünk vissza akkori önmagunkra, alig hiszünk a szemünknek. Egy nemzet, amelyet mindenki magáénak vall, amelyet mindenki sajátjaként szeret, amelyben mindenki megadja a tiszteletet, ami a másiknak jár. A gróf Vécsei, mielőtt a vesztőhelyre lép, megcsókolja a szerb népfi Damjanics már élettelen kezét. Tisztelt hölgyeim és uraim! A 48-asok iránt érzett hálán túl van még valami, ami ma idehozott bennünket. 27 nap múlva ismét országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Azért hívtam ma ide önöket, hogy együtt, hogy közösen indítsuk meg az utolsó nagy hajrát. Évek óta készülünk erre a pillanatra. Messziről, nagyon messziről indultunk. Hosszú, nagyon hosszú utat kellett megtennünk, hogy megérkezzünk ide a budai vár lábához. Róttuk, csak róttuk a köröket becsülettel. Nem láttuk, mert messze volt. Néha ködbe is veszett a célvonal, de tudtuk, hogy ott van előttünk. Időnként ránk támadtak. Gáncsot vetettek. Volt, hogy menet közben öklöznünk is kellett, de meneteltünk rendületlenül, panaszkodás és zokszó nélkül. És ma mindenki láthatja, aki itt van, vagy néz bennünket, hogy erőnk nem fogyott, hanem a megtett út arányában gyarapodott. A mai napon becsengettek az utolsó körre. Itt vagyunk, maga a magyar nép áll a kapuk előtt. Ante portas. Igen, azt üzenjük a helytartó tanácsnak, aki éppen reszketni méltóztatik, hogy már csak 27 nap ideje csomagolni.